Imádom, hogy bekapcsolod a kamerát, és azonnal elkezd a szél fújni. Na szervusztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb videóban, és az én egyik kedvenc kérdésem, amit elég sokszor megkapok, akár tőletek is, hogy mi lesz, hogyha elfogynak a témák? Hát ez olyannyira lehetetlen, hogy most már 3 éve foglalkozom napi szinten és videózom napi szinten közlekedési tematikában. Itt lakom Kőbánya Kispest vasútállomás közvetlen közelébe, és még mindig van olyan témakör, amit nem dolgoztunk fel a vasútállomással kapcsolatosan. Úgyhogy a mai nap is egy ilyen dolog lesz. Olyan helyekre fogunk elmenni, ahova még soha nem mentünk el közösen. Úgyhogy ne aggódjatok, hogy unalmas lesz, és hogy ugyanazt fogjátok látni, amit már esetleg láttatok sok-sok videón keresztül, mert hogy totál más vele fogunk most menni. Persze a kiindulásunk az ugyanaz lesz, Kőbánya Kispest vasútállomás, és itt van egy vontató vágány, erről már azért volt szó, illetve a belőle kiágazó iparvágányok egyikéről, illetve másikáról is már beszéltünk videókban. Hát ma is valami hasonló videóra készülök. Viszont több vágányt fogunk megnézni, olyanokat is, amik ma már fizikailag nem léteznek, de megkeressük a nyomait, illetve az egyik különösen érdekes, hiszen egy bányához vezetett. No és igazából az arról kiágazó iparvágányokkal már foglalkoztunk, javarészt szerintem mindegyikkel, viszont az ellentétes irányba lévő kiágazásokkal nem nagyon foglalkoztunk, pedig Pest-Szentlőrinc vasútállomásig több ilyen kiágazás is van, ezek közül több meg is van a mai napig, és hát a legérdekesebb sajnos fizikailag nincs meg, viszont az a tapasztalatom, hogy ha fel is szednek egy vágányt, annak azért mindig marad nyoma, legrosszabb esetben is annyi, hogy a területek, amiken keresztül ment, legalább kapunyomokat hagytak maguk után, úgyhogy ilyen formában azért reményeim szerint fel fogjuk tudni deríteni. Szépen akkor kijövünk ide az utcába, mert hogy az összes kiágazás az ebbe az irányba lesz felfedezhető, és ezeket fogjuk most majd megnézni. Rengetegszer futok bele abba, hogy hiteles oldalakról szerzek információt, és mégis, amikor azt írják, hogy a vágány már felszedve teljes mértékben, akkor megtalálom az adott vágányt a helyszínen. Hát ez is egy hasonló eset, ugyanis erről a mindenféle információim, illetve az én általam kedvelt oldalak, ahonnan az adatokat szoktam gyűjteni, azt írták, hogy ezt felszedték. Ez ment valamikor az agyagbányához, ami talán a legtávolabbi pont így a kiágazások kapcsán, illetve úgy mondanám, hogy a leghosszabb kiágazás, kiágazó iparvágány. Bár mondhatjuk ezt egy vontató vágánynak, mert hogy nem csak az agyagbánya volt a fő célja, hanem ebből is volt, hát azt hiszem, 2 kisebb kiágazás, mely közül az egyik nagyobb, viszont a legtávolabbi pontja, illetve a fő funkciója az agyagbányához vezetett, és ezen a területen keresztül halad, amely területen egyébként jelentős munka folyik állandó jelleggel, és ahogy látom, a vágányra nyilván nem is nagyon számítanak, hiszen itt elkezdték ezt, hát szerintem lebetonozni, de nem biztos, hogy ezt most csinálták, de szerintem ezt most csinálták, és ezt csak ilyen átmeneti jelleggel csinálták meg, addig, amíg a munka folyik. És gondolom majd, hogy ha ezt befejezték, akkor fogják ezt itt teljes mértékben megcsinálni. Hogy most mi lesz itt, azt nem tudom megmondani nektek. Viszont akkor menjünk, kerüljük meg a területet, mert hogy maga a vágány egyébként szépen átmegy a Gyömrőin, illetve a Gyömrői úton, illetve nem csak a Gyömrői úton, hanem a Gergely utcán is átmegy. Úgyhogy megpróbáljuk felfedezni, illetve hát ha van valamiféle nyom, hiszen a vágány itt is megvan, szóval ilyen alapon akár ott is meg lehet, bár kétlem egyébként pont a Gyömrői azért egy nagyon nagy forgalmú út, még ha nem is a legjobb állapotban van, de kétlem, hogy a vágány egyébként bennmaradt volna a Gyömrőibe. Ettől függetlenül megnézzük, meg megnézzük a Gergely utcát is, és azért megpróbáljuk felderíteni, hogy hol jöhetett ki a vágány és hol ment tovább, meg ha tudunk, belesünk a területekre is. No, ide értünk a Vasgyár utca, illetve a Gyömrői sarkához, és hát most jön az a játék, hogy kitaláljuk, hogy hol mehetett a vágány. Ugyanis hiába vannak ezek a térképek, srácok, egy jó tanács mindenki, aki térkép alapján kutakodik, hogy azok azért pontatlanok olyan szempontból, hogy nem hajszál pontosan ott volt, mert hát jó lenne, ha lenne olyan térkép egyébként, ahol hajszál pontosan ott van a vágány, és a mai térképre ráteszik, mert ugye úgy megint csak meg lehet nézni, hogy régi térképet veszel elő, de hát a terület annyira változik, hogy ez alapján nem nagyon tudsz beazonosítani ilyesmit. Most nekünk egy olyan hely kell, ahol tulajdonképpen innen kijön a vágány, és tovább áthalad, nagyrészt egyenesen, tehát ilyen nagyon nagy eltérés a két oldal kapuja között,
illetve a feltehető kapuja között nem nagyon lehet. Innen mondhatjuk, hogy ez valószínűleg nem az volt. Viszont a következő az eléggé gyanús. Mindjárt meg is nézzük, mert hogy még egy rakodót is felmerek fedezni. Ó, gyerekek, hát nem is kell itt nagyon kutakodni. Itt van a vágány, ami már nincs meg. Szóval itt van a vágány, ami már nincs meg, srácok, mint láthatjátok. Megvan a területen, akkor ezek szerint végig megvan a területen. Bár a rakodót azt elnéztem, mert az valószínűleg nem az volt a rakodó, mert ott van egy épület, de az távolabb van a vágánytól. Valószínűleg a rakodó az inkább itt lehetett, hogyha itt volt bármiféle rakodás, ugye ez sem biztos. Lehet, hogy itt csak átment a területen, bár azért ez kétlem, hogy átmegy a területen, de ott ne vennék hasznát a vágánynak, és akkor ott a szemben lévő kapunk, ami már egy felújított terület, és ott láthatjátok, hogy abszolút semmi nyoma nincsen a vágánynak. De a vágány az biztos, hogy itt ment át a gyömrőin, sőt, ha megnézitek, akkor az aszfalt mind a két oldalt meg van törve, tehát lehet látni, hogy itt, amikor ezt felszedték, akkor ezt a részt újra aszfaltozták. Akkor bekukkantunk, nagyjából a vágányt azt idáig tudjuk követni, de valószínűleg ott a konténerépület alatt, hát az nem is konténerépület, egy konténer alatt, illetve előtt is megvan a vágány a területen végig. No, átjöttünk a Gergely utcába, és igazából a vágány feljebb jött keresztül a Gergely utcán, viszont egy ívben szépen fordult, és egész idáig a Lidlig eljött, illetve hát nem a Lidl előtt, hanem a Lidl mögött végződött a vágány valahogy, de egyelőre megpróbáljuk felderíteni, hogy hol ment át a Gergely utcán, illetve, hát ha van vágány maradvány is, illetve megmutatom nektek a Gergely bánya maradványát, ugye az agyagbánya maradványát, mert azért van egy érdekes története, meg jelenlegi helyzetben is folyamatosan cikkeznek, illetve változások vannak a sorsáról, úgyhogy azt is megmutatom nektek, mert egyébként simán elérhető. Nagyjából semmi érdekeset nem fogunk látni, mert hogy egy nagy terület, egy füves terület, amit jó sokáig ilyen kutyafutatóként használtak az emberek, aztán nem olyan nagyon régen, talán pár évvel ezelőtt lezárták a területet. Hát ennek is megvolt az oka. Úgyhogy keressük meg egyelőre a kapunkat, mert hogy ugyanaz a helyzet, valószínűleg egy olyan helyet kell keresnünk, ahol mind a két oldalt van kapu, nagyjából egymással szembe, és hát valószínűleg az aszfalt itt eléggé jó, úgyhogy lehet, hogy erre most nem tudunk hagyatkozni, hogy ott lesz egy aszfaltcsík, ami más, mert lehet, hogy azóta teljeset leaszfaltozták a teljes utat, leaszfaltozták teljes mértékben. Egyébként volt egy kiágazása a vágánynak, egy nagyobb kiágazása, az pedig ezen a területen végződött, és megmondom az őszintét, szégyen szemre, de majd be fogom ide írni, nem tudom, hogy milyen üzemhez futott az be, mert hogy nem emlékszem, de volt egy kiágazása, igen, egy hosszabb kiágazása, de mondom, az már nem jött át a Gergely utcán. Szerintem megérkeztünk a célunkhoz, valószínűleg ez volt, mert hát vár, következő kék kerítés is. Itt nem látunk benne semmit egyébként, de egyébként párhuzamosan vagyunk az előző kapunkkal, tehát elméletben ennek kellene lenni, szerintem ez volt. Hát mindjárt kiderül, mert van még egy érdekes kapu. Helyesbitek, valószínűleg ez volt. Most vagyunk párhuzamosan a másik kapunkkal, és feltételezhetően szerintem ez volt, ahol átment a vágány. Jól mondtam, valószínűleg az volt, most elkezdtünk visszafele sétálni, most tulajdonképpen a vágány már mellettünk jön párhuzamosan, csak a területen belül, hát jócskán messze, és majd mondom, ahogy az elején is mondtam, ide a Lidl környékére fog érkezni, és egyébként azt képzeljétek el, hogy a bánya, amit majd meg is fogok mutatni mindjárt, 1960-tól 89-ig 2 millió köbméter hulladék került a földbe. Ugye, kommunális hulladékról beszélünk, javarészt, amivel feltöltötték a területet, ugye az akkori teljesen bevett módon. Valami eszméletlen egyébként, és igazából a mai napig azért nincs is rajta semmi, mert ugye a talaj jelentős szennyezettséggel bír, és a tervek szerint egyébként majd befásítják, illetve parkosítják a területet. Szerintem olyan szinten statikus lehet a talaj, hogy arra igazán építkezni nem is nagyon lehet. Mondjuk erről nem olvastam, ezt csak úgy tippelem, de ugye ez is hasonló, mint amit a múltkor az Akna utcánál láthattatok, vagyis hát ott is meséltem. Tehát hasonló módon, ez teljes mértékben egy bevett szokás volt, hogy
hulladékkal töltötték fel. Ugye bányáról beszélünk, tehát ugye magából a földből nyerték ki a kinyernivalót. És ugye egy ilyen hatalmas bányagödrök keletkeznek egy ilyen területen. Ezeket töltötték fel annak idején. No, igazából a területet átnéztem, és hát sehol nincsen már nyoma a vágánynak. Hát azért ez annyira nem meglepő, közben beszélni azért majd nem felejtek el. És hát a bánya az tulajdonképpen itt volt, ez volt az úgynevezett Gergely bánya. Nem tudom, hogy fel tudunk-e menni. Hát csak fel tudunk menni, nem srácok, azért ennél már nehezebb dolgokat is megoldottunk. Mint látjátok, el van zárva, tehát maga a bánya terület az ott van fent, ami el is van zárva, mint mondtam, ez nem volt elzárva jó ideig egyébként. Még én is emlékszem, még én is jártam ott bent amúgy, de láthatjátok, váltottunk kamerát, és én úgy tudom, hogy a területen ilyen 16 kutas gázlecsapoló rendszer van, mert hogy olyan gázok keletkeztek, amiknek hát nem kellett volna. Úgyhogy próbáljuk megtisztítani a területet, és majd valamikor valamiféle park lesz itt. Mást el se tudnék képzelni. Visszaértem Kőbánya Kispesthez, és elnézést az ellenfényért. Itt volt egy kiágazás elvileg a Sibrik Miklós úti felüljáró közvetlen közelébe, de nem igazán látom egyébként azt, hogy hol jöhetett itt ki vágány. Itt az Evignek volt iparvágánya, kettő is, a másikról tudok, illetve az részben meg is van, azt mindjárt megnézzük. És itt volt az egyes vágánya az Evignek, itt ment el, ezen a nagy fűvös területen. Nem tartott sokáig egyébként, kb. A benzinkút előtt jócskán, hát nem kb., akkor már nem volt sehol se, előtte jócskán, talán odáig, ahol lehet is látni, hogy a fák vannak. Szerintem nagyjából odáig tartott a kiágazás, tehát ez tényleg egy kis iparvágányi kiágazás volt. Illetve feljebb megyünk, és akkor megmutatom nektek a kettest, mert az megvan. Haladunk, viszont én arra rájöttem, hogy lehet, hogy keverem, ami az én emlékeimben még megvan. Mert lehet, hogy az a festékgyárnak az iparvágánya, ugyanis az is itt lesz, és szerintem az az, ami megvan. Az az, ami, ha jól emlékszem, a gyömrőim még keresztül is megy. Az Evig 2-es számú iparvágánya, viszont itt a Újhegyi út előtt lesz, és szerintem az, hogy itt az úttal egyetemben megszűnt, eltűnt. Ez mindjárt ki fog derülni, megint nem akarok butaságot beszélni, viszont itt tényleg két kiágazás van egymás mellett közvetlen, egymással közvetlen közelségben, és az Újhegyi úttal tudjuk majd bemérni, mert hogy az Evig 2-es iparvágánya az itt lesz ezen az oldalon, és az Újhegyi túloldalán lesz a festékgyáré. De innen a távolból is azt mondom nektek, hogy a festékgyáré van meg a mai napig is. No igen, itt jött ki az Evig 2-es számú vágánya, de olyannyira ez eltűnt, hogy hát ennek nyoma sincs ennek a kiágazásnak. Az nem semmi. Nézzétek meg, hogy ez 1000%, tehát a kialakításból itt le lehet venni, hogy itt jött ki az iparvágány, és itt ez a nagy dzsindzsa, és itt a vontató vágány, ebből ágazott ki. De hát ez sehol nincs meg, közben majd jön egy... Viszont a váltó megvan, ott feljebb. Szóval ilyen formában van nyoma. Na mindjárt megnézzük. Na. Elsuhant itt a flört, mert a kis szili. És ott van a váltó. Azt nem tudom, mennyire látjátok, de szerintem látható. Akkor meg kell lenni a kiágazásnak is ám. Aha, meg is van. Nézzétek csak, itt van. Itt van, ennyi van meg az Evignek a vágányából, a 2-es vágányából. Idáig tart konkrétan. A váltója ott van, és gondolom az már az ehhez tartozó szelvénykő. Itt a kiágazás. Igen, és akkor itt megy a vontatóvágány, és majd a következő váltó az ott van. Ott lesz a festékgyárnak a kiágazása.
Az tudtommal teljes egészében egyébként megvan, csak ellette a dzsindzsa. És akkor ugye itt ment ki a vágány, és ott a kapu szembe, oda ment be. De természetesen az útburkolatban már semmi nincs meg, mert hogy még egyszer mondom, emlékeim szerint itt nem volt út, de hát itt dzsindzsa volt, egészen a telephelyig. És a vágány ugye itt jött keresztül. Úgyhogy elég szép ívben haladt. Láthatjátok, hogy a kapu azért így. Na, nagyobb a forgalom, mint a deákon itt. És akkor itt a kapu, amin behaladt valamikor a vágány. De hát ennek már nyoma sincs, benézünk itt. De semmi, nincs vágány. No, a következő a festékgyár ugye, és a mai utolsó iparvágányunk onnan jött ki. Az előbb láthattuk a hozzátartozó váltót és kiágazást. És ez a vágány meg is van, tehát erre emlékszem. Ezt egyszer megnéztem. Lehet, hogy még akár videó... Konkrét videó nincs róla, de hogy videóban benne van, arra szinte biztosan emlékszem. És itt van a vágány. És ott a kapu. Ahol ez valamikor behaladt. Most roncsautók vannak rajta. És ez az a vágány, ami a tudtommal a mai napig keresztül megy a Gyömbrőin. Megnézzük. Az biztos, hogy a kressz az még emlékeztet minket arra, hogy itt keresztül jöhet valami. De meg is van, ahogy látom. Sőt, ahogy hallottam, a busz most döcögött át rajta. Úgyhogy itt megvan ez a vágány. Érdekes. Nem tudom, mikor szűnhetett meg a kiszolgálás rajta. Hát nem mostanában volt. Mindjárt mutatom nektek. Ugye van egy kis András keresztünk, konkrétan egy sínszálon. És ugye itt jött ki a... Itt, hát nem jött, hanem jön is ki a vágány. És mint láthatjátok, keresztül is megy a Gyömbrőin. Nagyon szép állapotban van egyébként az aszfaltban lévő rész, és oda a kapu. Ott a kapu, és azon megy be. És ott meg is szűnt a vágány, ott már nagyon kis része van, tehát tényleg csak egy rakodásnyi területe van. Hát nem mondanátok meg mi, hogy most múlt el karácsony, és mindjárt itt a szilveszter, olyan jó idő van gyerekek, hogy már megbántam a kabátot is, esküszöm. Legalábbis, hogy ilyen vastag kabátot vettem fel. Hát ez a Gyömbrő is érdekes lehetett annak idején, amikor itt még a iparvágányokon volt kiszolgálás, 5-10-20-szal döcögtek rajta. Hát érdekes lehetett, ma már el sem lehet képzelni igazából, hiszen a Gyömbrőin, nem tudom, hogy közületek látott-e már, vagy látott-e még valaki kiszolgáló mentet, bizonyára látott. Írja meg az élményét, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Nektek pedig szép, további szép napot, illetve remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Ha tetszett nektek ez a videó, ez a kis túra, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, és ugye én a legelején megmondtam, hogy a mai videóban ugyan itt leszünk Kőbánya Kispest közelébe, de megint csak új dolgokat tudok nektek megmutatni, és higgyétek el, van még. Sziasztok!